Luxemburgi Zsigmond vélhetően Szent László iránti tisztelete okán úgy rendelkezett, hogy őt is Nagyváradon temessék el. A 18. században tárták fel ezt a temetkezést, 1755-ben, amikor az itt látható halotti koronát és országalmát is kiemelték a sírból. Sajnos nincs meg egy további tárgy, amelyet csak abból a 18. századi, tehát a dátum is ott olvasható 1755-ben készült rajzról ismerünk, amelyet a kor szokásának megfelelően az uralkodó utasítására és kérésére rögzítettek, mondjuk így, mint régészeti leletet, a kincstári darabokat pedig később a császári kincstárban helyezték el. Nézzetek utána, hogy ki volt az uralkodója akkor a Magyar Királyságnak, aki egyébként ilyen érdeklődést tanúsított egyik elődje sírelete iránt.